Faragó Sándor közgazdász, tanár, alkalmazott matematikus. Tanulmányait a Közgazdaságtudományi Egyetem statisztika és tanárszakán, valamint az ELTE TTK alkalmazott matematika szakán végezte, majd 1968 és 69-ben a franciaországi ASTEF-en ösztöndíjasként posztgraduális képzés után rendszer szervező képesítést kapott. 1955 és 60 között a Központi Statisztikai Hivatalnál dolgozott, iparstatisztikai elemzéseket végzett. Ezt követően a Bello Janis Híradástechnikai Gyár statisztikai osztályát vezette. Majd 63-ban visszatért a KSH-ba, és az Országos Ügyvitelgépesítési Felügyeleten volt osztályvezető. 69 és 82 között a Számok igazgatójaként dolgozott, ahol vezetésével jött létre Magyarországon az első széles tömegeket számítástechnikai szakemberé kiképező oktatási intézmény. 1983 és 85 között a Számoknál volt vezérigazgató helyettes, majd ezt követően 90-ig a Magyar Alumínium Ipari Tröszt szervezési és számítástechnikai igazgatóságán az igazgatói munkakört töltötte be. 90-től számos magánvállalkozásban tanácsadóként, szakértőként dolgozott. Munkásságért több kitüntetésben részesült, megkapta a munkaérdemrend bronz, ezüst és arany fokozatát is, a haza szolgálatáért érdemérem arany fokozatát, a szocialista kultúráért kitüntetést, valamint a Nagyman János emlékérmet. Hát a 60-61-ben a Bello Janis Híradástechnikai Gyárba dolgoztam, ott statisztikai osztályvezető voltam. Óriási gyár volt, valami 17, amikor fénykorában 17 ezer ember dolgozott abban, és a statisztika összeállítása komoly feldolgozási munkát igényelt, és rendelkezésre állt egy lyukkártya géppark. Amit lehetett, azon dolgoztattam föl, ezek elég sikeres feldolgozások voltak, és nagyon jó benyomást tett rám, hiszen akkor a közgazdaságnak egyik nagy problémája volt, hogy a termelés, munkatermelékenysége óriási mértékben növekedett, az adminisztráció szinte megállt egy szinten, szinte semmi növekedett. Ez volt az első jelentős lépés az adminisztráció termelékenységének a növelésére. Tehát amit lehetett, ahogy lehetett, használtam ezt. Egyértelműen így volt, akkor kezdődött a számítástechnikai központi fejlesztési programnak a kidolgozása, és ez nagyon gyors ütemben, tehát 69 végére azt hiszem, hogy talán el is készült. Ennek a SKFP-nek volt a fő fejezete az ESR program. És az SKF-ben belül pedig az oktatási programot kiemelték, meggyorsították ennek a elkészítését. Ezt a Sebestyén Pest nagyon jól látta, hogy az oktatásra mindenkelő szükség van, mert a gépek bejönnek, és nincs szakember, és akkor csak állnak ott a gépek. Tehát ezért egy igen nagy erőforrás biztosítottak ennek a témának a megvalósítására, és hát úgy gondolták, hogy talán az eddigi gyakorlatom és leleményességem révén ezt meg tudom oldani. Amikor ezt megkaptam, egyedül voltam egyetlen személybe, és tekingettem a nagyvilágba, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Egy-két embernek szóltam, akik már így akadémia területén, például jó néhányan ugye ott dolgoztak az orosz tervek alapján a számítógép építésén, Kovács Győző, meg mit tudom én, még kint, azt hiszem Frey Tamás volt a vezetőjük annak idején. Hát mind elküldtek a fenébe. Hát nem bíztak ebbe. Hát hol lesz egy épület, hol tudjuk az embereket tanítani. Kérem szépen, hát a legközelebb voltak ugye munkatársaim, összehívtam őket, gyerekek, ezt a megbízást kaptam, ki akar velem jönni? 11-en jelentkeztek. Ez a 11-el alapítottuk meg. Júniusban kaptam a megbízást,
és október 3-án, ha jól emlékszem, jött az alapító levél, a számok létrejöttéről. A feladat az kettős volt. Egyrészt változatlan hatékonysággal vinni az OÜF-ben, tehát az Országos Ügyvitelgépesítési Felügyeleten végzett munkát. Azt nem lehetett megszakítani. Hát azt az oktatást, azt a tájékoztatást, a szakkönyveknek a kiadását, azt továbbra is kellett vinni, és emellett kiépíteni a számokat, amelyek, hogy tanfolyami rendszerben évente több ezer embernek az oktatását biztosítani tudja. De hát az embereket igen gyorsan vettem föl, de a nagy lökést a Sebi adta. Kérlek szépen, ő vásárolta meg, ő is volt kint tárgyalni, a Control Data oktatási rendszerét. A Control Data csinálta akkor a legnagyobb számítógépeket. Ezt zárójelben mondom, hogy ez okozta Franciaország és az USA közötti problémát, mert nem szállítottak Franciaországnak az atomkutatáshoz szükséges nagy számítógépek. Erre de Gaulle begerjedt, a NATO központját kiürítette, elzavarta őket, és nagyon szigorú utasítást adott az úgynevezett plánkalkülnek a kidolgozására. A Franciaország számítógépes tervének a kidolgozása, mi kell most, mi kell a jövőre, stb. És ezt a érzékelte a Sebi, amennyit tudtam a plánkalkülből, én hazahoztam és mindenütt terjesztettem, hogy milyen fejezetekből, hogy épült fel. Talán éppen ez váltotta ki a tetszésüket, hogy így kell csinálni, mert már volt egy minta. És a Control Data volt az a cég, amelyik nem csak a számítógép, ezt az óriás számítógépeket gyártotta, hanem egyik tevékenysége volt a gépfüggetlen oktatás. Tehát ők képeztek programozókat, szervezőket, műszaki személyzetet. És ezt az anyagot 71-ben vásárolta meg a Sebi számunkra, tehát a számuk számára. Hát ez adta az óriási lökést. Ennek alapján tudtam pályázatot hirdetni tadári állásokra addig. Egy-két ember tanított ott az OÜF-ben, de az ömét a külsősök adták, a gyakorló szakemberek, akiknek volt ilyen ambíciójuk, hát ismerjük ezt. Tehát kiírtuk a pályázatot, körülbelül 500-an jelentkeztek, és ebből az 500-ból egy olyan 40 főt vettünk föl. Ezt három csoportra osztottuk, lehetőség szerint kicsit gyakorló embereket, vagy nem régen végzett egyetemi istákat vettünk föl, akik már azért a gyakorlatot valahogy megízlelték, és legalább középfokon tudtak angolul. De ez nagyon kevésnek bizonyult a szakmai nyelv tekintetében, úgyhogy egy olyan egy hónapos, két hónapos, három hónapos, igen intenzív angol nyelvtanfolyamot tartottunk azoknak, akiket fölvettünk. A oktatás pedig Frankfurtba indult meg. Hát kérdés volt, hogy a Control Datának Európában volt ilyen oktatási részlege, Milánóban, Frankfurtban, Párizsban, Londonban. Hát a Frankfurtit választottuk, hogy ott kerüljön sor az oktatásra. A 6-9 hónap terjedelemben. Program a 9 hónapot a műszakiek, a többiek 6 hónapot. Az én energiámat teljesen a építés, tehát a számok építése kötötte le, többiek pedig vitték a régi OÜF-es tevékenységet. Hál' Istennek nagyon rendben, semmi probléma nem volt. Tehát a folyamatosságot tudtuk biztosítani.
Hát a létszám az nagyon gyorsan növekedett. Egy olyan 8 év alatt, kérlek szépen, a főfoglalkozásúaknak a száma elérte az 550-et, és ebből 90 tanár volt. Hát ilyen óriási erővel még ma se rendelkezik tudomásom szerint egyetlen világ, egyetlen oktatási intézmény, hogy csak számítás, technikai oktatással 90 tanár foglalkozik, és erre ezeket segítette a tájékoztatás és a gyakorlati kutatási munka. Fejlődő országokat segítendő az ENSZ-nek volt egy ügynöksége, a UNDP. Ez volt a fejlesztési ügynöksége, és ez biztosított Magyarország számára mindig egy keretet, és amely kereten belül az ország megpályázhatott, pályázatot adhatott be. Hát ez így történt szintén Magyarországon, ezt már a statisztikai hivatal pestiek csinálták valami szerény közreműködésemmel. És elnyertük a pályázatot, és ennek keretében 72-ben jött létre a szerződés, visszatérve a kontrolldáta szerződés 71-be. Tehát 72-ben jött létre a UNDP-vel a szerződés, ennek keretében 2,2 millió dollárt biztosítottak számunkra, az akkor óriási pénz volt. Hát ennek a nagy részét a szándékok azok ellentétesek voltak a UNDP és köztünk. A UNDP azt akarta, hogy minél több szakértőt fogadjunk. Mi meg azt akartuk, hogy a mi munkatársaink menjenek ki ösztöndíjjal, és gépeket vásároljunk, és csak egész minimális számba szakértőket. Ezt az akaratunkat sikerült is így végrehajtani. Valahol meg tudom mondani, hogy a végső zárásnál hogy alakultak ezek a számok. 6 évig tartott ez a projekt. Valamivel túlléptük, illetve kérlek szépen a UNDP a vége felé egy plusz pénzt adott. Már nem emlékszem pontosan mennyit, de mit tudom én, ilyen 100 000 dolláros nagyságrenden, mert valami plusz pénzt kaptunk. Hát kérlek szépen, ez annyira jó sikerült ez a program, hogy a New Yorkban, az ENSZ palotában történt a UNDP részéről az értékelés. Ezen részt vett Szarka Károly, miniszterhelyettes, az ENSZ magyarországi nagykövete is, szerény személyem és egy-két ember kíséretében, és úgy értékelte a UNDP egyik vezetője, hogy 268 projektünk volt, befejezett projektünk volt eddig, és messze kiemelkedett ez. A magyarországi volt a legjobb, sokkal többet kaptunk Magyarországtól, mint amit valaha is remélni mertünk, és az ország ígérte volna. Hát kérem szépen csak jellemzésül, 45 országból volt hallgatónk. Hát, és nem csak a fejlődő ország, hanem a gazdag országokból is. Vetésforgó, azt a tanfolyamon kívül Franciaországban, az IBM-nél volt, töltöttem elég sok időt, azt láttam, és ez borzasztóan tetszett. A dolognak a lényeg ugye az, hogy valaki kap egy munkakört, akkor az első időben borzasztóan egy ambícióval, kicsit még óvatosan, de nagy ambícióval pár hónap után alkot, egyszer csak ez az alkotási szint, ez befagy, és egy bizonyos idő után pedig csökken. Unja már, rutinná válik minden. Tehát azt kellene optimalizálni, hogy a csúcson legyen az egész társaságnak a teljesítménye. Na hát én úgy gondoltam, hogy 2 év legyen az oktatás, és 1 év pedig a gyakorlati kutatási munka. Hát ezt
Ezt sikerült is megvalósítani, nagyon sok gonddal, nagyon sok veszekedéssel, mert hol az egyiket nem sikerült időre befejezni, hol a másikat már át kellett volna menni, visszamenni oktatásba már száll. Állandó veszekedés, de ugyanakkor mindenki azt mondta, hogy ezt muszáj folytatni. És hát ami unikum volt, hogy 70-es években képzeld el, hogy volt ott egy hétfős személyzeti főosztályom, hetes fő. Egyetlen adminisztrált gépíró kivételével, vagy titkárnő kivételével mindenki egyetemet végzett pszichológus volt. 71-ben. Kérlek szépen, tehát már a tagoknak a felvétele, mind a frankfurti gyerekeknek, és személyiségvizsgálatot is csináltattam. Olyan, hogy itthon még albéletese volt soknak, és egy olyan bizonyítványt kapott ki, ami különösen az egyetemi diplomájára ráépítve, kérlek szépen, minden további nélkül kitűnő állást kaphatott volna. És ezek egy ilyen borzasztó ambíciós gyerekek voltak. Szóval úgy jöttek haza, nem csak hogy tanultak, hanem jobbat fogunk csinálni. Ez a hét ember nem csak az apparátus felé, tehát a számok munkatársai felé dolgozott, hanem a felvételben is segített, hogy viszonylag homogén csoportok alakuljanak ki, ami megint csak az oktatásban egy nagyon lényeges feladat, hogy ne egy nagyon gyenge, egy nagyon jó, egymást gátolják akkor a fejlődésben. Tehát, hogy a programozó csoportot, mondom, 5-öt indítottunk, akkor ezek homogén csoportok legyenek. Nem tudom, hogy azóta is Magyarországon valahol csinálják-e, hogy a vezetőt is kellett minősíteni a munkatársaknak. De az volt az elképzelésem, hogy nem kell minden apró feladatot meghatározni a munkatársnak, egy osztályvezetőnek, annak kell önállóan is dolgozni. A folyamatos munkát vigye rutinszerűen, de a jövőt azt határozzuk meg. Tehát 2-3 kiemelt feladatot írtunk elő minden osztályvezetőnek. És ezeket szigorúan számon is kértük, és osztályoztuk mind a gyereket. Akkor én nem voltam vezérigazgatói poszton, hanem igazgató voltam. Tehát az alattam lévő szint az igazgató helyettes volt. Tehát annak a jelenlétében minősítettük az osztályvezetőket, ott volt annak rendje módja szerint a személyzeti főosztályok ezeket előkészítette, tehát ezért volt ez a sok és igen jó képzett ember, kulturált emberek voltak, és ott volt a pártitkár annak rendje módja szerint akkor. És egy anyagot kellett a illetőnek a személyzeti főosztállyal elkészíteni, tehát hogy a feladatát, hogy elvégezte, milyen szinten értékelje akkor saját magát, értékelje a főnökét, hogy a feladathoz megkapta a eszközöket, megkapta a tájékoztatást, szóval ami kellett annak a végrehajtásához. És neki kellett még értékelni, hogy ez hogy valósult, milyen szinten valósult meg. Tehát tulajdonképpen a főnökét is minősítette mindenki, aki ebben a... Tehát ez volt a minősítési rendszer, nem tudom, hogy ma is egyáltalán létezik-e. A másik a motivációs rendszer, amit ehhez nagyon szigorúan kötöttünk. Hát bizonyos szinten azt mondtam, hogy akkor a feladatát, a funkcióját el tudja végezni, ott marad. Aki nagyon jó teljesített, az várományos egy másik funkció, tehát megvolt a karrier programja is az illetőnek. És ezt hihetetlen komolyan vettük, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ehhez is egy óriási apparátusra volt szükség.